A város kulturális és művészeti életének eseményeivel, érdekességeivel a Pécs TV kulturális híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Tallózás a jelenkor januári számából és egy újabb komoly zenei est. Ezt kínáljuk Önöknek, tartsanak velünk! Megjelent a Pécset szerkesztett jelenkor januári száma. Az irodalmi és művészeti folyóirat születésnapi összeállítással köszönti a 80 éves Mészöly Miklóst. Eszterházi Péter, Kukorelli Endre, Sándor Iván, Vörös István, Tomka Beáta és Lovász Andrea a kortárs magyar irodalom élő klasszikusának ajánlják írásaikat, illetve elemzik a mindig megújulni képes szerző munkásságát. A jelenkor szépirodalmi rovatában Rácz Péter és Bódis Kriszta versei után Szűz Zoltán prózája, Varga Virág és Déri Balázs verse olvasható. Dudás Attila az Elveszett kulcsok és a hazugság országa címmel közöl részleteket készülő kötetéből, amit Kántor Zsolt és Háj János versei követnek. A januári szám tanulmányai között Keresztesi József, Szilágyi Zsófia és Farkas Zsolt a 2000 októberében immár 8. alkalommal megrendezett Pécsi JAK tanulmányi napokon a Hiba poétikája témakörében elhangzott előadásai olvashatók. A kritika rovatban Háj János valami Nehezék és Istenek című lirakköteteiről Kulcsár Szabó Zoltán, Xanadu című regényéről Rácz I. Péter írt bírálatot. Forgács András első regényét Medve A. Zoltán méltatja, Bedes László pedig Király Levente a legkisebb című verseskönyvét recenzálja. A Fiatal Művészek Pódiuma elnevezésű sorozat immár 5. éve hív hazai és külföldi vendégeket a Művészetek Házába egy-egy fellépésre. Ezúttal romantikus szonátákat hallhattak a komoly zenekedvelői fuvola zongora duett formájában két fiatal művésznő előadásában. Timár Judit és Baics Ágnes mindketten gyermekkorukban határozták el, hogy a zenét választják élethivatásul. 10 éves koromban kezdtem el fuvolázni, de igazából nem fuvolázni akartam, hanem zongorázni. Csak sajnos nem volt elég hely a zeneiskolában, és nem volt zongoránk sem otthon. Így a szolfés tanárnéni azt mondta, hogy fújjak meg egy kulcsot, és mivel elsőre sikerült, mondta, hogy próbáljak meg fuvolázni akkor. És elkezdtem, és nagyon megszerettem. Siófoki zeneiskolába kezdtem, aztán a Győri Zeneművészeti Szakközépiskolába, majd a Pécsi Zeneművészeti Főiskolán, és ezek után pedig a Miskolci Egyetemi Tagozaton diplomáztam. Nálunk végül is a családban adott volt a helyzet, mert hogy volt otthon zongoránk, ezekül az anyukám is tanult zongorázni, és így ő is már kicsit kezdett engem tanítani, ezután szokás szerint beiratkoztam a zeneiskolában, utána ez zomborban volt, majd a Szabadkán végeztem a szakközépiskolát, és utána pedig az Újvidéki Művészeti Akadémián végeztem, és ezek után 94-ben települtem át Magyarországra, és ide is, itt is Pécset találtam munkalehetőséget. Koncerten Reineke, Schubert és César Franck szonátáit adták elő, persze nem véletlenül. Kedvenc korszak a romantika? Igen, igen, nagyon szeretem, de igazából a többit is, csak most ez van. Úgy gondolom, hogy ezt a stílust érzem a legjobban, és talán a Judittal is ezt a stílust tudjuk a legjobban előadni. Három szonáta közül csak egy íródott eredetileg fuvolára, a másik kettő brácsára és hegedűre. A művészek azonban ezeket is kellő könnyedséggel és virtuozitással mutatták be a közönségnek. Timár Judit és Baics Ágnes többször koncertezett már együtt, nem csak Magyarországon, külföldön is. Olaszországban voltunk, Szicíliában, és olyan jól sikerült a koncert, hogy van egy meghívásunk is a következő évadban, úgyhogy oda is visszatérünk. És milyen koncertet adtatok? Ott ilyen virtuózabb darabokat játszottunk, népszerűbb virtuózabb darabokat. Kedves nézőink, a kulturális híradó végén a figyelőt olvashatják még. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!
a Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.